Would you turn with me this morning, please? Kérlek, lapozzatok el velem együtt a mai reggelen. To Romans. A római levélhez. The 8th chapter. A 8. fejezethez. Romans chapter 8. Tehát a római levél 8. fejezet. And the 14th verse, Romans 8:14. És a 14. verset fogjuk olvasni. If you haven't been with us, we've been on a series now for weeks and weeks. Ha eddig nem voltál velünk, már hetek óta egy bizonyos dologról tanítunk, egy sorozatban vagyunk, tanítás sorozatban, amelynek az a címe, hogy a szellemtől vezetett élet. The Spirit-led life. And we've been talking about living the Spirit-led life. És arról beszéltünk, hogyan kell egy szellemtől vezetett életet élnünk. In Romans, the 8th chapter. És a római levélben, a 8. fejezetben. Let's pray before we read. Először inkább imádkozunk, mielőtt olvassuk az igét. Father, we thank you. Atyám, köszönjük neked az összes áldást, amelyet a mai napon élvezhetünk. Köszönjük az egészségünket, az erőnket, az elménk élességét. Köszönjük az összes fizikai áldást. Köszönjük a gyülekezeti családot. Köszönjük mindazt a jó dolgot, amelyet megengedtél, hogy élvezzük. Köszönjük, hogy a bárány vére által megváltottak vagyunk. Köszönjük. Köszönjük neked a Szent Szellemet, akit elküldtél, hogy bennünk lakozzon. Aki a mi vezetőnk és a mi tanítónk. Adjál mindenkinek szemeket, hogy lássanak, és füleket, hogy halljanak. Egy olyan szívet adjál mindenkinek, amely nyitott és befogadó képes. Hadd jöjjön az igazságnak kijelentése, amely szabaddá teszi az embereket. Hogy jöjjenek a válaszok a kérdésekre. Jöjjön az útmutatás és a segítség most. Unveil the word to us. Fedd fel nekünk az igédet, Atyám. And we'll not be hearers only, és nem leszünk csak hallgatói az igédnek, we'll be doers, hanem a te kegyelmed által meg is cselekedjük az igét. És tudom, és tudjuk, hogy ha mi megcselekedjük az igét, akkor te hűséges vagy, és beteljesíted az igédet. És beteljesíted az ígéret azoknak az életében, akik az alapján cselekszenek. És neked adjuk az összes dicséretet Jézus nevében. Amen. Nem csak azért imádkozunk, hogy az időt az alkalom során valamivel kitöltsük. Azért imádkozunk, hogy kiárasszuk a hitünket. Believing with me everything we're asking. Amikor így imádkozunk, akkor neked velem egy akaraton kell lenned abban, mindabban, amit kérünk. And you should be releasing faith that I'm going to get answers today. És neked ki kéne árasztanod a hitedet annak érdekében, hogy a mai napon válaszokat fogsz kapni. I'm going to get direction. A mai napon útmutatást fogsz kapni. Right. Ugye? And you're not limited to what I know. És te nem vagy korlátozva ahhoz, amit én tudok. You're not limited to what I say. És nem is vagy korlátozva abban, amit én mondok. The Holy Spirit's our teacher. Mert a Szent Szellem a mi tanítónk, és mondhat neked olyan dolgokat, amelyeket én nem mondtam. Right? Ugye? You can get things about things that were said. Megkaphat dolgokat, megérthet dolgokat azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk. And something that just sets a truth off inside you. Settle something, fixes something you've been struggling with, something you haven't been sure about. És érzékelhetsz, igenis kaphatsz az Úrtól úgymond egy igazságot a szívedben, és amit le tudsz végre szögezni az életedben, egy választ, egy kérdésre, amivel már régen küzdöttél. The Lord wants us to know. He doesn't want us in the dark. Az Úr azt akarja, hogy mi tudjunk dolgokat, és nem akarja, hogy a sötétségben legyünk. Azt akarja, hogy tudjunk dolgokat. Amen. Amen. His word
gives us light. Mert az ő igéje világosságot ad nekünk. In Romans, the 8th chapter. A Róma 8-ban. Verse 14, let's read. Olvassuk a 14-es verset. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Can sons of God expect today to be led by the Spirit of God? Elvárhatják-e Istennek gyermekei, Istennek fiai a mai napon, hogy a Szent Szellem vezesse őket? Certainly they can. Bizonyos, hogy így van. Természetesen, amikor azt írja az ige, hogy fiai Istennek, az vonatkozik a lányokra is. Isten leányaira. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. Ugye tudod, hogy a Szent Szellemet a vigasztalás szellemének is hívjuk. Ő a vigasztaló. Ő a fiúság szelleme. And his leadings are familiar and comforting. És az ő vezetése, annak kell vigasztalásnak kell lenni a számodra. Not strange and unknown. Tehát nem szabad, hogy idegen és idegen legyen számodra a Szent Szellem vezetése. You know, remember Jesus said, my sheep know my voice. Mert ugye az Úr Jézus azt mondta, hogy az én juhaim ismerik az én, hallják az én szómat és ismerik az én hangomat. And a stranger's voice, they won't follow. És az idegen hangját nem követik. And that's one way you can help ascertain what's right from what's wrong. És ez az, ahogy meg tudod különböztetni azt, hogy mi a helyes dolog és mi a helytelen. When you, I don't care if it's a prophecy, if it's a tongue and interpretation. Nem érdekel, ha egy proféciáról van szó, ha a nyelvek magyarázatáról, if it's a vision, vagy egy látomásról, egy álomról, if somebody's interpretation of a scripture passage, vagy valaki éppen egy magyarázatot adott egy bizonyos igeversre. When you hear it, you go, huh, amikor, where'd that come from? És amikor meghallod azt a dolgot, akkor egyből elcsodálkozol, hogy hát ez meg honnan jött. Strange. Ez nagyon fura. Unknown. Ismeretlen számomra. That's the thing you don't follow. Ez az a dolog, amit nem követsz. That's the thing you don't do. Ez az a dolog, amit nem teszel meg. Did you hear? Hallottad? Because when the Holy Spirit ministers to you, mert amikor a Szent Szellem szolgál feléd, if it's through me, if it's through somebody else, that's the same Spirit who's in you. Ha legyen az akár rajtam keresztül, vagy bárki máson keresztül, ugyanaz a szellem teszi ezt, aki benned lakozik. You know him. És te ismered őt. Right? Ugye? I mean you, he's in you when you wake up every morning. Ő benned van minden reggel, amikor fölébredsz. He's in you all through the day when you lay down at night. Egész napon át veled van, és akkor is, amikor éjjel lefekszel. You are familiar with his presence and his person. És ezért neked ismerned kell, ismerősnek kell, hogy tűnjön az ő jelenléte. And even if it's something that's brand new to your head, maybe you never heard it with your head before, it's new to your head, still it'll be familiar to your heart. És lehet, hogy a fejed számára ismeretlennek tűnik az a dolog, mert akkor most hallod először, vagy akkor hallod először, de a szíved számára viszont nagyon is otthonias, és nagyon is közel van. Hallottad, amit mondtam? És lesz egy bizonyság, bizonyosság a szívedben belül. És éppen ezért, hogyha valamit hallasz, ami kívülről jön, akkor belül a szívedben lesz egy bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy az úgy van, és amint meghallod, akkor azt fogod mondani, hogy igen, ez az. Igen, igen. Ugyanez a dolog van az én szívemben is. Right? Ugye? Don't be misled. Ne hadd, hogy félrevezessen bármi is. Somebody's prophecy. Ne hadd azt, hogy bárki másnak a proféciája vezessen félre. És mondhatod, ugye, de igen, ő meg ő egy proféta asszony. És ezt ki mondja, hogy ő az? What they say? Well, ő mondják, és akkor mi van?
That don't mean they are. Ha ők mondják, az nem azt jelenti, hogy attól még nem proféták, ha ők azt mondják magukról. Maybe they are, maybe they ain't. Lehet, hogy azok, de lehet, hogy nem azok. But even if they are, és ha még... prophetesses and prophets can miss it. De még akkor is, ha azok lennének, ők is elvédhetik. Did you hear me? Hallottad? Well, he's an apostle. Well, maybe he is, maybe he ain't. Vagy mondhatod azt, hogy pedig ő egy apostol. Lehet, hogy az, de lehet, hogy nem az. I know that's not good English, but... Tudom, hogy ez nem egy nagyon jó nyelvezet, amit most használok. Just because somebody says they are, that don't mean they are. De attól függetlenül ez így van, ha valaki azt vallja magáról, hogy ő az, attól még nem kell annak úgy lennie. And even if they are. És még they are an apostle. Lehet, hogy egy apostol. Maybe they really are a man of God, or a woman of God. Lehet, hogy Istennek egy embere, vagy Istennek egy asszonya. But they still miss it. De akkor is elvédhetik. Right? Ugye? Listen, well, the Holy Ghost don't miss it. No, he doesn't. És mondhatod erre, hogy de a Szent Szellem az nem védheti el. Ebben igazad van, a Szent Szellem soha nem véti el. But he manifests through imperfect vessels. De a Szent Szellem ugye tökéletlen edényeken keresztül nyilvánul meg. I've seen prophecies that the first part of it was God. Hallottam már olyan proféciákat, amelyeknek az első része Istentől volt. And the middle part of it was a mix. A közepe pedig egy mix volt, egy keverék. Part God and part film. Egy része Istentől volt, egy része a prófétától. The last part of it was just them. És az utolsó része pedig csak a proféta volt. All prophecies. Minden profécia. Minden proféciát meg kell ítélni. Did you hear me? Hallottad? Judged. Meg kell ítélni. I don't care if it's me, I don't care who it is. Nem érdekel, ha én mondom, bárki mondja. Number one by this book. Meg kell ítélni először is ezen a könyv alapján, a Biblia alapján. És másodszorban pedig a bizonyosság alapján, ami ott van a szívedben. Okay? Világos? We're to be led by the Spirit of God. Isten szellemének kell, hogy vezessen minket. You know, in the Old Testament, not everybody had the Spirit. Az Ószövetségben természetesen nem volt mindenkinek meg a szellem. Only the prophet. Csak a proféta, a király, a pap, vagy azok a személyek, akiket Isten választott, hogy valamiből megszabadítják a népet. De a tömegek és a többi része az embereknek, ő nekik nem volt meg a Szent Szellem. Ő bennük nem volt. De ma. That's what makes our covenant better. Ezért olyan sokkal jobb a mi szövetségünk. Than theirs. Mint az övéké. In that day, they'll not tell every man his brother, know the Lord, for they'll all know me. Ugye írja azt az ige, hogy azon a napon nem mondják azt, hogy megismerjük az Urat, mert mindannyian megismernek engem kicsintől a nagyig. From the least to the greatest. Hallelujah. Hallelujah. And you have an unction of the Holy One and anointing that resides and abides in you. És neked keneted van a Szenttől, úgymond egy kiejtésed, keneted van a Szenttől, amely benned lakozik. And he said, and by that anointing, you know all things. És azáltal a kenet által te mindent tudsz. Doesn't make you omniscient, but you know everything you need to know. Ez nem tesz téged mindent tudóvá, mint Istent, hanem de mindent fogsz tudni, amire szükséged van. The thing that comes up, you can know by the unction inside. So don't get to looking out here and trying to be led externally. Ezért ne próbálj kívülre tekingetni és külső dolgok, ne a külső dolgok vezessenek, hanem tekints belőre, és várd, hogy az a kiejtés, az a kenet följöjjön belőled. Be led internally. És vezessen téged a te belsőd. Read the next verse, please. Olvassuk el a 16-os verset. The Spirit itself, or as many translations say, I think a better translation, himself. The Spirit himself. Ez a szellem, vagy ahogy más fordítások mondják, hogy a szellem maga. As witness with our spirit. Bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt. That we are the children of God. Hogy Isten gyermekei vagyunk. Is that internal or external? Itt a külső dologról beszél az ige, vagy belsőről? Well, where is your spirit? Hol a te szellemed? Inside. Benned van. Where does he bear witness? És hol tesz bizonságot a szellem? What part of your being does he communicate with?
a te lényednek melyik részével kommunikál. Not your mind, nem az elméddel, not your emotions, nem az érzelmeiddel, not your physical feelings, don't nem a fizikai érzéseiddel. Be led by hot flashes, cold flashes, goosebumps. Ne vezessen téged a mindenféle a libabőr, meg mindenféle hirtelen jó érzések, ne ezek a dolgok vezessenek téged. Did you hear me? Hallottad? People are still, you know, following erroneous things. Well, who? I just had a feeling. Well. És az emberek nagyon sokszor téves dolgokat követnek, azt mondják, hogy hú, most valami jót éreztem. Great. Ez nagyon jó. That's not what you're led by. De nem ez vezet téged. Did you hear me? Hallottad? No, we're not led. Don't be led by feelings. Ne vezessenek az érzések. Don't be led by emotions. Ne az érzelmek vezessenek. Be led internally, hanem by the witness. Belső vezessen téged, a belső bizonyosság. The witness is a knowing. Ez a bizonyosság pedig ez egy tudás. Amen. Amen. Beyond yourself. Now we just, egy valami olyan, ami téged, saját magadat fölülmúl. Teaching on this for weeks, and I sense that some folk in here, this is the first time you're hearing some of this, it would behoove you to go get the tapes and catch up with us, because we're már hetek óta erről tanítunk, és ezért ti, akik most vattok először, nagyon jó lenne számotokra, hogyha megszereznétek a kazettákat, és meghallgatnátok. Valójában már hónapok óta erről tanítok. És egy isteni vezetés által tesszük ezt. Az Úr foglalkozott velem még, amikor ez a gyülekezet elkezdődött. Azt mondta, hogy három dolgról taníts. We're not through with it, but this is the third one of the three. És ezt a három dolgot be kell oltani a gyülekezetbe. One was to teach the people how to walk in love. Az első dolog volt, hogy tanítsd meg az embereket, hogyan járjanak szeretetben. We've kept on that for months. És ezen is hónapokig időztünk. People how to walk by faith. És tanítsd meg az embereket, hogyan járjanak hitben. We kept on that. Now we're not through with these things, you understand? Ugye érted, hogy ezek csak azért, mert hónapokig tanítottam erről, még nem azt jelenti, hogy mindent tudunk erről. De lefektettük az alapokat. És a harmadik dolog volt pedig az, hogy taníts meg az embereket, hogyan vezesse őket a Szent Szellem. Hányan hiszitek, hogy ez fontos? Ez olyan fontos. How important it is. Nem is tudom, hogy lehetne kifejezni ennek a fontosságát. To learn to be led by the Spirit. Hogy megtanult, hogyan vezet téged a Szent Szellem. Is the difference between living and dying and prospering and failing. Ennek a fontossága olyan nagy mértékű, mint a halál és az élet közötti különbség. I mean, it's the difference in so many areas of life. Every area. Tehát ez valójában megadja a különbséget a minden dologgal kapcsolatban az életedben, a szegénység, a szegénység és a gazdagság, a betegség és az egészség között. How many believe you can and are and will be led by the Spirit of God? Hányan hiszitek, hogy vezethet titeket Isten szelleme, és vezetni is fog titeket Isten szelleme? So many Christians, even though they're born again, sok keresztény, they're not living the Spirit-led life. Annak ellenére, hogy újjászületett, nem él egy ilyen életet. They're head-led. Hanem a fejük vezeti. They're led by logic. A logika vezeti őket, az érvelések. To make decisions based on circumstances. A körülmények alapján hozzák a döntéseket. A nyomás alapján, a szükségek alapján. Other people's opinions. Más emberek véleménye alapján. Theories. Teóriák alapján. People can be money led. I mean, it's amazing how az embereket vezetheti a pénz. The Christians are just completely money led. Ez valójában megdöbbentő, hogy hány keresztény embert vezet a pénz. I'm not talking about preachers. There are preachers that are, but I'm just nem a szolgálókról beszélek, vannak ugyan prédikátorok, akiket szintén a pénz vezet. People will say, well, that preacher, he ought not take a meeting just for money. And the preacher ought not do this for money. That's right. Amikor azt mondják, de én most a rendes, az egyszerű emberekről beszélek, akik mindig újjal mutogatnak a prédikátorokra, hogy ennek a prédikátornak nem szabadna adományt gyűjteni ezen meg ezen az alkalmon. Did you hear me? Christians shouldn't just leave places, change companies, change jobs. De ugyanez az igaz. Abban az esetben is, amikor a keresztények elhagyják a helyüket csak azért, mert elmennek egy másik állásra, elhagyják a cégüket, elhagyják ezt, azt, amaz, csak azért, csak a pénz érdekében.
change geographical locations, move their family solely based on a pay raise. És fogják az egész családjukat és megváltoztatják a földrajzi helyüket, ahol élnek, ahol éltek azelőtt, csak azért, mert valahol magasabb fizetést kínáltak nekik. That's being led by money and not by the Spirit of God. Ez pedig azt jelenti, hogy téged a pénz vezet, és nem a Szent Szellem. Did you hear me? Hallottad? And see, people don't even think about this. They just do it. They think, well, hey, I got more money, I gotta go. No, you don't. Az emberek nem is gondolkoznak ez e felől, csak azt mondják magukban, hogy hé, hát amott több a pénz, úgyhogy megyek. No, you don't. Nem, te nem még. Well, they offered me more money, I got to go. De mondod akkor is, hogy de ott több pénzt kínáltak nekem is, és akkor megyek. Ha ezt teszed, akkor a pénz vezet. Led by money. A pénz vezet. No. Nem. Minket a Szent Szellemnek kell, hogy vezessen, ugye? Szent Szellem vezet minket, és ez nem olyan dolog, amit egy-két nap alatt el tudsz sajátítani. But, you know, as we grow, de ahogy növekszünk, ezek a dolgok még inkább valóságosabbá válnak számunkra. And what we've been camping on now for some weeks are what we're calling keys to increased sensitivity. És már hetek óta arról tanítunk, hogy hogyan lehet megnövelni az érzékenységünket a Szent Szellem irányában. Things that you can do, dolgok, to make your spirit more sensitive. Amelyeket te magad is megtehetsz, hogy a szellemed érzékenyebb legyen. To his spirit, to make az ő szellemére. Of his leading. Hogy még inkább tudatában legyél az ő vezetésének. How many of you want to be so aware of him that when he whispers, you hear it loud and clear? Hányan akarjátok azt, hogy az Úr olyan valóságos legyen számotokra, hogy akár suttogva is mondhat neked valamit az Úr, kristály tisztán fogod hallani, hogy mit mond. And you know it's him. És fogod tudni, hogy ő az. Now, I'm not talking about hearing audible voices. És nem hallható hangokról beszélek most. I'm just talking about inside. Hanem azt mondom, hogy belül fogod tudni. When he deals with you, when he directs you. Amikor az Úr foglalkozik veled, amikor irányt mutat neked. Every child of God has a right to know the leadings of the Lord. Minden Istennek, minden gyermekének megvan a joga ahhoz, hogy ismerje az Úrnak a vezetését. And be led by him. És hogy ő vezesse őt. He's endeavoring to lead us all every day. És meg vagyok győződve arról, hogy az Úr igye azon van, hogy mindannyiunkat minden nap vezessen, de a gyermekei nem hallgatnak rá. Sometimes, you know, you see good Christians, ministers and the people that love God. Néha látsz jó keresztényeket, szolgálókat, akik szeretik Istent. You know, involved in a tragic accident, die in midlife, or... És mégis azt látod, hogy valami tragikus balesetben meghaltak, vagy valami más dologban. Be cut off in the prime of their life. People say, well, I don't understand. Why God... középkorúak voltak, és mégis meghaltak. Yeah. Many times it's not a matter of God taking them at all. És ilyenkor elfogod, hogy miért vitte el őket Isten, de nem erről van szó, hogy Isten elvitte őket. It's a matter of God warned them and tried to get it across to them, and they didn't listen. Hanem arról van szó, hogy Isten megpróbált valamit velük közölni, próbált őket figyelmeztetni, de ők nem voltak hajlandók meghallani. They just pushed them. Hanem mégiscsak keresztül nyomták magukat azon a dolgon, és elvétették Istent. No. Nem. So many times people are just not listening. Sokszor az emberek nem hallgatnak, és ezért történnek a rossz dolgok. Nem figyelmeznek rá, úgymond elengedik a fülük mellett azokat a dolgokat, egyszerűen túllépik azokat a dolgokat, amik a szívükben voltak. People, you know, traditionally have not been taught to listen to their spirit. Azért, mert az embereket a tradíció nem tanította meg arra, hogy hogyan lehet a saját szellemedre hallgatni. Nem tanították nekik ezt. Oh, but that's not us. De ez nem mi vagyunk. We're growing. Hanem mi növekszünk. Oh, it delights me when I hear about the children and the youth. Nagyon örvendez a szívem akkor, amikor hallom a fiatalságról, a gyerekekről. You know, we had the little girl, how old was she a while back? Said the Lord that was her to take her crayons. Lord dealt with her to take her crayons to school. They said she wouldn't need them today, but the Lord dealt with her to take her crayons. Mindig rágondolok arra a kislányra, akivel az Úr
foglalkozott azzal kapcsolatban, hogy vigye el a színes ceruzáit az iskolába. Annak ellenére, hogy a kislány tudta, hogy nem lesz aznap szüksége rá, de mégis elvitte. És bizony, valami történt az iskolában, és megváltozott a terv, és a fél napot átrajzolták a gyerekek. És ő egyike volt azoknak a keveseknek, hogy készen voltak. And then this 14-year-old, Lord deals with him, take an extra pair of socks. Vagy ez a 14 éves gyermek, akivel az úr azzal kapcsolatban foglalkozott, hogy vigyen egy extra pár zoknit magával. Well, that is not insignificant stuff. Ugye ez nem jelentéktelen dolog. You learn how to take an extra pair of socks when you're 14. Ha megtanulod azt a 14 évesen, hogyan hallgass meg az hadd meg az urat abban, hogy még egy pár zoknit vigyél magaddal az iskolába. Then when you're 25, akkor, amikor 25 éves leszel, akkor az úr foglalkozni fog veled azzal kapcsolatban, hogy húzod le az út szélére, és várj 15 percet, you miss a car wreck. És elvétesz egy autó balesetet így. No, don't go in business with them. Yeah, but it looks good, don't do it. És hiába tűnik a fejed számára úgy, hogy hát jól néz ki ez a dolog, akkor se tedd meg, ha ott van a szívedben a figyelmeztetés. You hear what I'm saying? Hallod, amit oh, mondok? When the little ones are trained. Ó, milyen csodálatos az, amikor a kicsiket így neveljük. To be led by the Spirit. Hogy a Szent Szellem vezesse őket. And it's happening. És ez történik. I said, it's happening. Ez történik. Somebody said, well, you can't teach an old dog new tricks. Well, sokan mondják azt a mondást, hogy nem taníthatsz meg egy öreg kutyával új trükköket. I don't have any old dogs in here. De nekem itt ebben a gyülekezetben nincs öreg kutyám. They're all new creatures. Hanem új teremtéseink vannak. New creatures in Christ. Krisztusban új teremtések. Hey. Am I right? Igazam van? I thought so. Gondoltam. Turn with me, please, to Hebrews, the 12th chapter. Menjünk el a Zsidó 12-re. Now we have been giving one after another keys to increased sensitivity. Keys to success in living the Spirit-led life. Ugye az igéből megnéztük azokat a dolgokat, amelyek kulcsok számunkra ahhoz, hogy hogyan éljünk érzékenyebb életet a Szent Szellem irányában, és hogyan legyünk sikeresebbek az életben. First thing we talked about was yieldedness. Először is arról beszéltünk, hogy meg kell nyílnunk a Szent Szellemnek. We talked about openness. Beszéltünk a nyitottságról. You've got to be open. Hogy nyitottnak kell lenned. We talked about having and keeping, maintaining a clear conscience. Beszéltünk arról is, hogy tiszta lelkiismerettel kell lenned. We talked about peace. Beszéltünk a békességről. Amen. Let the peace of God. Hogy az Istennek békessége uralkodjon a szívedben. Beszéltünk a türelemről. Ha azt akarod, hogy Isten legjobbja legyen a tiéd, akkor kell várnod őre. Nem szabad megelőznünk Istent. Nagyon sokszor az emberek elvétik Istent azért, mert túl gyorsan mozdulnak. Talking too quick, answering too quick. Túl gyorsan beszélnek, túl gyorsan válaszolnak. Talking too much. És túl sokat beszélnek. Moving too fast. Túl gyorsan mennek. És akkor is beszélnek, amikor hallgatniuk kéne. Moving when they ought to be waiting. És akkor mozdulnak, amikor várniuk kéne. If you don't know, ha nem you tudod, do? Mit teszel? Wait till you do. Várj addig, amíg tudod. Don't move till you do. Don't make a decision. Don't commit till you do. Ne hozz addig döntést, ne szánd el magad addig, mindaddig, amíg nem tudod. Mit kell tenni? How do I know if I'm going to know? That's where faith comes in. És kérdezheted, hogyan fogom tudni, hogy tudom egyáltalán? Na, itt jön be a hit a képbe. Faith says, I will know. A hit azt mondja, hogy tudni fogom. He will show me. És ő megmutatja and nekem. So you wait till he does. És ezért várt mi mindaddig, amíg ő megmutatja. I don't mean you just have to sit in your house on your knees, waiting till you hear a voice. No, nothing. És nem azt mondom, hogy addig a házadban kell ülnöd, mindaddig, amíg nem hallod az Úrnak a hangját. You just wait, though, before acting or moving, until you get inside and you get clear. Hanem azt mondom, hogy addig vársz a belsődben, várakozol az Úrra, mindaddig, amíg nem kapsz egy világos útmutatást és egy bizonyosságot arról, mit kell tenned.
Might be hours, might be days. Lehet, hogy órákig el fog tartani, lehet, hogy napokig. Might be weeks, might be months. Lehet, hogy hetekig, hónapokig. Some things might be years. Vannak dolgok, amik évekig. You know, some things that we thought, well, you know, we got to do this. We got to do this now. Voltak olyan dolgok, amikről azt gondoltuk, hogy ezt most meg kell tennünk azonnal. But I found out we didn't have to do it for years. We thought we did, but we didn't. And then when we got direction on it, oh, it was wonderful then. És ugye meg akartuk tenni azonnal, de aztán évekkel azután kaptunk az útmutatást az Úrtól ezzel kapcsolatban, és amikor megvártuk az Urat, és akkor megtettük, akkor csodálatos volt. Patience. Everybody say patience. Mindenki mondja, hogy a türelem. Well, in Hebrews 12, we'll read it, and then I'll describe it. A Zsidó 12-t el... Hebrews 12 and 13. 12-ben a 13-as verset elolvassuk először, és aztán megmagyarázom. Actually, verse 12. Valójában 12-es verset kezdjük. He said, wherefore, annak okáért lift up the hands a lecsüggesztett kezeket that hang down. Everybody say, no hanging down. Az angolban máshogy van. Úgy van, hogy annak okáért a lecsüggesztett kezeket, amelyek lent lógnak. And the feeble knees. És az ellankadt térdeket. Mindenki mondja, hogy nincs ellankadt térdem. You know, you could get healed on that one verse right there if you have knee problems. Ugye tudod, hogyha most a térdeddel van problémád, ez az egyike segít abban, hogy meggyógyulj. You could release faith on that, right there. Kiárasztatod a hitedet ebben az igében, és azonnal meggyógyulsz. He said, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. És az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Let it be healed. Hogy meggyógyuljon. Now, he's talking about direction here. Can you see that? Itt az Úr valójában útmutatásról beszél. Make straight paths. Hogy egyenesen járjatok. A lábaitokkal olyan úton járjatok, amely egyenes. Verse 14-es. Honnan tudom, hogy a útmutatásról van itt szó? Mit mond a következő ige? Follow. Kövessétek. Mindenki irányában a békességet. Erről már beszéltünk, ugye? A békességről. The Holy Spirit is the Spirit of peace. A Szent Szellem a békesség szelleme. You're following peace, you'll be following God. Ha követed a békességet, Istent követed. He said in Colossians, let the peace of God rule in your heart. Azt mondja a Kolossa levél, hogy hadd, hogy Istennek a békessége uralkodjon a te szívedben. The Bible talks about, let it act as an umpire, deciding with finality, you know, between issues and decisions. És ugye a bővített Biblia fordítás is megmagyaráztuk, hogy legyen a békesség az, ami eldönti két dolog között, hogy melyik a helyes. Follow peace with all men, and means what? És mindenki irányában kövesd a békességet, és and also follow és kövesd holiness, a szentséget. Without which no man amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Follow peace. Igen, beszéltünk arról, hogy kövesd a békességet, mert az téged a helyes úton fog tartani, de kövess még mit? Kövesd a szentséget. Kövesd a szentséget. Amely nélkül, tehát a szentség nélkül, senki sem látja meg az Urat. Matthew 5, you don't have to turn there. Máté 5-ben. Jesus said, blessed are the pure in heart. A Máté 5-ben ugye nem kell odalapoznotok. Máté 5-ben Jézus beszél arról, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. That word pure means clean. És they shall what? See God. Miért boldogok? Azért, mert a szívük tiszta, és ők az Istent meglátják. Meglátják Istent. I think a lot of people have just read this and kind of put their own words in there and said, you know, follow holiness without which nobody will go to heaven.
Nagyon hiszem, hogy az emberek ezt az igeverset, ezeket a verseket csak elolvasták, aztán hát a saját magyarázatukat tették oda, és azt magyarázták ki ebből, hogyha valaki nem él szent életet, akkor nem megy a mennyországba. De nem ezt mondja itt az ige. Mit mond az ige? And of course, you know, going to heaven involves seeing the Lord when you get there. És természetesen, ha mennyországba kerülsz, akkor azzal az is jár, hogy meglátod az Urat, amikor oda fölérsz. This covers more ground than that. De én úgy hiszem, hogy ez az ige itt sokkal többről beszél. Sokkal többről szól. The pure in heart will do what? A tiszta szívűek meglátják az Urat. De itt ne a fizikai látással törődj most. The word see, the Greek word is also translated perceive. Perceive. A görögben az a szó, hogy látni, az a szó, ami itt szerepel, az azt is jelenti, hogy befogadni, értékelni, megérteni. As well as to see and behold. Amely ugyanazt is jelenti, hogy látni. And how many understand that we that walk by faith, we look not at those things that are seen. És hányan tudjátok, hogy mi, akik hitben járunk, nem azokra a dolgokra tekintünk, amelyek láthatók, hanem azokra, amelyek láthatatlanok. You can perceive and see things that are not seen with these eyes. Hogyan vagy képes látni ezekkel a szemekkel olyan dolgokat, amelyek láthatatlanok? And one of the biggest things about being led by the Spirit is knowing the direction of God, that it is God. És a leghatalmasabb dolog a Szent Szellem vezetéssel kapcsolatban az, hogy amikor megtanulod, hogy mi az, ami Istentől van, mi az a dolog. Seeing that it is God. Amikor meglátod azt, hogy ez valójában Isten. Perceiving. Amikor megérted, hogy ez Istentől származik, meglátod, hogy Istentől származik az a vezetés. So many times Christians, nagyon sokszor a keresztények, there's reasons why, but get confused in their own self about when something's coming up to them and they go, well, is this God? Nagyon sokszor az keresztények, amikor valami följön bennük, vagy valahogy máshogy érzékelik, akkor összezavarodnak, és elkezdenek rajta tűnődni. Isten ez, nem Isten? Or not. Is this God? Isten, or is this just me? Vagy én vagyok csak? Or what is this? Vagy mi ez? Well, in that scenario, what needs to happen? You need to get to the place where you can see this is God. Ebben az esetben mi a teendő? El kell jutnod arra a pontra, amikor képes vagy meglátni, megérteni, hogy ez, ami most följött a szívemben, az Istentől van. Right? You perceive. Megérted. See, this is God. And what helps you to do that? Megérted, hogy az Isten is mi segít neked ebben? Holiness. A szentség. Without holiness, a szentség nélkül nem látsz. The Lord. Nem fogod az Urat you meglátni. Nem fogod megérteni the Lord. Az Urat. Right? Ugye? Now, we don't make ourselves holy. Mi nem tesszük magunkat szenté. The Bible tells us that we've been sanctified and made holy. A Biblia by the blood of the Lamb. Arról beszél, hogy minket a bárány vére szentelt meg, és ő tett minket szenté. No amount of good and righteous works can make you righteous enough to stand before God clean and pure and holy. Nem létezik annyi igaz cselekedet, amely téged Isten előtt tisztává és igazzá tenne, hogy Isten elé megigazultan állhass. But his blood, de az ő vére, and our faith in the blood, és a mi hitünk az ő vérében, has made us holy. Tett minket szenté. Amen. Amen. We've been made acceptable elfogad... in the sight of God. Isten szemében elfogadhatóvá váltunk. Don't a vér által. You've got to try to work and get better and get good and do enough good so that you're acceptable in the sight of God. You... Ne gondold azt, hogy neked állandóan cselekedned kell, mindig egyre jobbnak és jobbnak kell lenned ahhoz, hogy Isten téged elfogadjon. Never be acceptable in the sight of God that way. Így téged Isten soha nem fog tudni elfogadni. That's why Jesus had to come. Ezért kellett Jézusnak jönni. És mivel ő eljött, és mivel ő kiontotta az ő vérét,
And you put your faith in him. És ő belé helyezed a te hitedet. You are already acceptable. Már elfogadott téged Isten. You are acceptable now. Elfogadhatóvá váltál Isten számára. You are righteous. Most. Now. Most vagy megigazult Isten előtt. You are holy. Now. Most vagy szent Isten előtt. Amen. Amen. They say, well, no, Brother Keith, I'm not now, but when I get to heaven, I will be. If you're not now, you're not going to heaven. És mondhatod nekem azt, hogy ki testvér, de én nem vagyok szent, majd ha a mennybe jutok. Tudod-e azt, hogy ha most nem vagy szent, akkor a mennybe sem ész? Ha eddig nem váltál szenté. Hányan értitek, hogy nem cselekedetek által? It is by grace, hanem kegyelem által, hit által. Right? Ugye? You can never be righteous. Soha nem lehet megigazult a saját cselekedeteid alapján. Soha nem lesz szent a saját magad dolgai alapján. Amit tehetsz, hogy elfogadod ezt a szentséget és ezt a megigazultságot, amely ingyen adatott nekünk. By the wonderful sacrifice. A csodálatos áldozat által. De mondhatod azt, hogy két testvére, te nem tudod, hogy én milyen rossz voltam. Nem tudod. Nem tudod azokat a mocskos, ördögi dolgokat, amelyeket tettem. Hogyan lehetnék én szent? Igen, és te nem ismered a szent vérnek az erejét. Nem érdekel, hogy mit tettél. Ha megtérsz, is powerful enough to cleanse you from all unrighteousness. Ha megtérsz, az a vér elég erőteljes ahhoz, hogy téged minden tisztátalanságtól és hamisságtól megtisztítson. And make that which was unholy and defiled and unclean holy. És hogy azt a dolgot, ami bemocskolt volt, beszennyezett volt, szentségtelen volt, az szenté és tisztává tegye. And pure. Hallelujah. You know, I had the privilege of working under Dr. Kenneth E. Hagin for 20-some years. Tudjátok már minnyájan, hogy volt az a megtiszteltetés ért engem, hogy több mint 20 éven át Kenneth Hagin alatt szolgálhattam, dolgozhattam. And he had a number of visions and experiences with the Lord. És ő neki számos látomása és megtapasztalása volt az Úrral. És egyike ezeknek a látomásoknak, amelyeket Hagin személyesen is elmondott nekem, és nyilvánosan is, amely úgymond berögződött a szívembe. He said on one occasion he was caught up out of his body and caught up before the Lord. Azt mondta, hogy egy alkalommal elragadtatott, kiragadtatott a testéből, és az Úr elé állt a mennyben. You know, Paul talks about that. Ugye tudod, you know, how one was caught up to the third heaven. Pál is beszél arról, hogy valaki elragadtatott a harmadik mennybe. It's happened. Ez már megtörtént. And he said he was aware, he saw what you read about in Revelation. He said he saw the throne. És Kenneth Hagin azt mondta, hogy látta mindazt, ami a jelenések könyvében szerepel, látta a trónt, mögötte a szivárványt. He saw the winged creatures crying, holy, holy. És látta azokat a szárnyas teremtményeket, amelyek azt kiáltották, hogy szent, szent, holy. Szent. And he saw the master. És látta a mestert. And he said when he saw the master, és amikor látta a mestert, he looked towards the throne, and he said the Lord told him, you shall not look on his face. És próbált a trón felé nézni, azt mondta neki az Úr, hogy nem nézhetsz oda a trónra. Ne próbálj az arcába nézni. And he looked on his face and lives. Ugye az ige azt mondja, hogy senki nem tekinthetett még Isten arcába, és úgy, hogy élne. And I guess he had more work to do, you know. És úgy hiszem, hogy Kenneth Hagin-nek még volt mit tennie itt a Földön. És aztán Kenneth Hagin odafordult az Úr Jézushoz, a Mesterünkhöz. És leesett a lábaihoz, és a kezeit rátette a lábára Jézusnak, és azt mondta, hogy Uram, senki nem méltatlanabb nálam.
annál, hogy a te arcodba nézzen. And I'm sure you'd feel that way. És én úgy hiszem, hogy mindannyian így éreznénk. And this is what he said the Lord told him. És ezt mondta neki az Úr. Stand up. Azt mondta neki az Úr, hogy állj föl. Stand up on your feet. Állj fel a lábaidra. He said it in such a way you didn't think about not doing it. És azt mondta Kenneth Hagin az Úr, ezt olyan hangon mondta, hogy nem is gondolkozott azon, hogy esetleg ne tenné meg. He said immediately he stood up and he stood there trembling. Azonnal fölállt és reszketett. He said the Lord looked at him. És az Úr rátekintett. But in love, he said, I. És erőteljesen, de szeretettel mondta neki az Úr. Én tettelek téged méltóvá. To look on my face. Hogy az én arcomra nézz. Oh, glory to God. Dicsőség Istennek. Has he? Ő tett minket? This is what the New Testament teaches. It hasn't been fully taught like it should be. But ezt tanítja az Új Szövetség. Nem tanítottak erről úgy, ahogy az kellett volna. But the New Testament revelation. Tradition teaches that you're just an old sinner saved by grace. Ugye az Ószövetség, vagy az nem az Ószövetség, a tradíció azt tanítja, hogy te csak egy öreg bűnös vagy, aki kegyelem által úgymond üdvözültél. An unworthy worm. Egy méltatlan kis hernyó vagy. That's not the New Testament. De ez nem az Új Szövetség. That's not the New Testament. Nem az Új Szövetség. That by faith in the blood you've been sanctified. Az Új Szövetség azt tanítja, hogy a vérben való hit által te megszentelődtél. You've been cleansed. Megtisztítottál. You've been made righteous. Megigazultál. You've been made holy. Szenté tétettél. Holy. Szenté. We are the saints of God. Mi vagyunk Isten szentjei. What saint means? Ezt jelenti a szent. Holy. Hogy szent vagy. Holy. Szent Everybody vagy. Say holy. Mindenki mondja, hogy szent. Well, we're made holy. But then not only that, we are to walk in this holiness. És nem csak, hogy szenté tétettünk, hanem ebben a szentségben kell is járnunk. Just because you're made righteous doesn't mean you're not supposed to do righteous things. Csak azért, mert megigazult vagy, nem azt jelenti, hogy nem kell megigazult cselekedeteket tenned. Live righteously and do righteous works. Úgy kell élned, mint aki megigazult, és ennek megfelelően úgy is kell cselekedned. And just because you're made holy doesn't mean you're not supposed to act holy. Csak azért, mert szent vagy, nem azt jelenti, hogy nem kéne szentül is cselekedned. And practice holy things. És nem szabad, és hogy nem kéne gyakorolnod ezeket a szent dolgokat. The word holy means pure. It means clean. A szent szó azt jelenti, hogy tiszta. And it means separated. És azt is jelenti, hogy elválasztott. You hear the word sanctified. Megszentelt. In the Old Testament and the New, it means separated. Ez a szó azt jelenti, hogy elválasztott vagy. To God's exclusive use. Elválasztott vagy Isten kifejezetten Isten szolgálatára és Isten használatára. Now, turn with me, please. Lapozzatok velem együtt. Első Péterre. Well, we're talking about being led by the Spirit. Arról beszélünk, hogy a Szent Szellem vezet minket. Who leads us? Milyen szellem vezet minket? Holy. Szent Spirit. Szellem. You know, of all the different descriptors, this one is one of the most prevalent. And it's one that can never be applied to an evil spirit. Ugye nagyon sok meghatározója van a Szent Szellemnek, és ez az egyike azoknak a szavaknak, amelyeket nem tudsz egy ördögre vonatkoztatni. One thing the devil and demons can never be. Egy dolog, ami az ördög és az ő démonjai soha nem lehetnek, a szent. They are frequently called unclean. Mert nagyon gyakran az ige tisztátalan szellemeknek hívja right. őket, ugye? Unclean. Tisztátalannak. And defiled. És bemocskolnak. And you know, whatever spirit or spirits people yield to, they take on that spirit's qualities. És ugye, amilyen szellemnek, szellemiségnek az emberek megnyílnak, magukra veszik azoknak a szellemeknek úgymond a tulajdonságait. And characteristics. You know, the man, madman of Gadara. Például a gadarai őrült ember.
He was possessed of an unclean spirit. Ugye egy tisztátalan szellemtől volt megszállott. He became like that. És olyanná vált, mint az a szellem. A síroboltokban élt. And cut himself. És vagdosta magát. So whatever spirits people yield to, they take on those qualities and characteristics. És éppen ezért, ha amilyen szellemnek megnyílnak az emberek, magukra öltik annak a tulajdonságait. If you yield to a lying spirit, what do you become? Ha megnyílsz egy hazug szellemnek, milyen névvel? Egy hazuggá. Unclean, you become unclean. Tisztátalan leszel. But the Holy Spirit. De a Szent Szellem. I said the Holy Spirit. Azt mondtam, hogy a Szent Szellem. You yield to him. Ha őnek nyílt meg, akkor magadra öltöd az ő tulajdonságait. Ő tiszta. Ő igaz. Ő szent. Holy. Szent. Everybody say holy. Mindenki mondja, hogy szent. I mean, the word is called the holy word, the holy scriptures. God's angels are called what? Holy. Ugye az igét is szent írásnak hívjuk, szent igének. Isten angyalai is szent angyalok. Holy angels. A szent angyaloknak Jesus hívjuk őket. The holy child. Jézus ugye a szent gyermek. The holy one. A szent. God is the holy God. Isten a szent Isten. Like we said before, the winged creatures in heaven, they could say something else, I guess. But what do they say continuously? Holy. Ugye a mennyországban azok a lények, akik ott vannak Isten trónja körül, és azt mondják neki, hogy szent, szent. Holy. Szent. Holy. Szent. Mit jelent ez? Pure. Tiszta. Clean. Undefiled. Be nem szennyezett. Ugye? Separate. Szent, elválasztott, bűntelen és bűn és tisztátalan nélküli. Big bearing on how sensitive you and I are to the Holy Spirit. He leads in holiness. Ez a dolog, a szentség mutatja meg azt is, hogy mennyire vagyunk érzékenyek a Szent Szellem vezetésére, mert a Szent Szellem szentségben vezet minket. He leads in holy ways. Szent utakon vezet minket. Szent ösvényeken. 1 Péter 1. 1 Peter 1. Verse 14. 14-es vers. He said, as obedient children, mint engedelmes gyermekek, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, ne szabjátok magatokat a korábbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, but as he which has called you is holy, hanem mint ahogy szent az, holy, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek. In all manner of conversation. Now, teljes életetekben. Conversation here means lifestyle. Életstílusotokban, így is mondhatnánk. Manner of life. Ahogy élsz. Because, as it is written, mert megvan írva, be ye holy, szentek legyetek, for I am, mert én holy, szent vagyok. Do we serve a holy God? Szent Istent szolgálunk? Can we live a holy life? Élhetünk-e szent életet? Now, when you say that, it's obvious the devil has worked hard to confuse people in this area. Amikor ezt a szót kimondod, hogy szent vagy ilyet mondasz, akkor ugye érzékeled azt, hogy az ördög nagyon-nagyon sokat munkálkodott azon, hogy ezekben a dolgokban összezavartságot idézzen elő. Because when you start talking about holiness, mert amikor elkezdesz a szentségről beszélni, minds run off on all kind of tangents and they reduce holiness to a dress code. Akkor az embereknek az elméje mindenféle dolgot elképzel, lekicsinyíti ezt az egész dolgot egy bizonyos magaviselethez, öltözködéshez, valakinek a szabályaihoz. Az embereknek mindenféle elképzeléseik vannak. De mit jelent a szentség? Tisztaságot. Szóval tiszta vagy. Separation from sin and defilement. Hogy elválasztott vagy a bűntől, a mocsoktól, a szenttől. I referred to Brother Hagin earlier. He said this, and I wrote it down years ago. I think it's a great way to say this. He said, holiness. Hivatkoztam ugye régebben is Kenneth Haginre, de le is írtam magamnak. Hagin azt mondta, is not adherence to some man's do's and don'ts. Hogy a szentség nem azt jelenti, hogy engedelmeskedsz
bizonyos szabályoknak, hogy ezt megtehetem, azt nem tehetem meg. Or rules and regulations. Holiness a szentség Christ-likeness. Azt jelenti, hogy Krisztusi vagy, Krisztushoz hasonló vagy. Amen. Holiness is Christ likeness. A szentség az Krisztusi magaviseletet jelent. He is the holy one. Mert ő a szent. He lived a holy life. És ő szent életet élt. So, being holy is being like him. Ezért szentnek lenni azt jelenti, hogy olyan vagy, mint ő. Living a holy life is living like him. Amikor egy szent életet élsz, úgy élsz, ahogy Jézus élt. And immediately, when you begin to talk about holiness, people's minds have been taught through tradition and wrong things that, well, that's unattainable. És ugye, ahogy előbb is mondtam, amikor elkezdesz a szentségről beszélni, az emberek elméje mindenfélét elképzel, és ezt általában a tradíció a tradíciónak köszönhetjük ezt, hogy azt hiszik az emberek, hogy ez valami elérhetetlen dolog, a szentség. I mean, he's holy, but me, no. Ugye azt mondják, hogy hát igen, hát az Úr szent, de én nem. And I never will be. És soha nem is leszek ebben az életben. And és I can't. I'm trying, but I know I can't. Megpróbálhatom, de tudom, hogy nem megy. These are lies of the devil. Ez az ördögnek a hazugsága. You've been made holy. Te szenté. Already. Te szent vagy. And you can live a holy life. És élhet szent életet. Clean. Tiszta. Does that make a difference with you being led by the Spirit? But the Bible said, without holiness, you won't see the Lord. A Biblia azt mondja, hogy szentség nélkül nem látod meg az Urat. Nem érted meg az Urat. Go to the second chapter, please. Menjünk el a második fejezethez. Nem a második fejezethez, hanem Péter második leveléhez. Az első fejezethez. 2 Péter 1. 2 Peter 1:21. 21-es vers. He said, for the prophecy came not in old time by the will of man. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó. How did prophecy come? Hogyan jött a profécia? But what? What kind of men? What kind of people? Milyen emberek által? Holy men of God. Szent emberek által. As they were moved by the Holy Ghost. Ugye, hanem a Szent Szellemtől, milyen Szellemtől, a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. You want to be used in the things of God? Akarod, hogy Isten használjon téged? You want God to speak through you? Azt akarod, hogy Isten szóljon rajtad keresztül? Touch through you, minister through you? Rajtad keresztül szolgáljon, érintsen meg embereket. Hogy rajtad keresztül szabadítson meg embereket, gyógyítson. Holy. Szent. Men and women. Emberei Istennek. Szóltak, ahogyan a Szent Szellem indította őket. See, this is why. One big reason why. The enemy is constantly trying to tempt you and I. Lure us into some kind of uncleanness. Éppen ezért van az, hogy az ördög, az ellenség azért megkísért bennünket, hogy mindenféle tisztátalan dolgokban vegyünk részt. To get us defiled, why? Hogy bemocskoljon minket. A number of things. Mert ez what? Egy számos dolgot előidéz. When you get into sin, your heart condemns you. Először is, hogyha bűnbe kerülsz, a szíved vádol téged. And that condemnation undermines your faith. És az a kárhoztatás ugye gátolja a hitedet. Your faith won't work if your heart's condemning you. És a hited nem fog működni akkor, hogyha a szíved vádol. John said, if our heart condemns us not, then we have confidence toward God. Ugye az 1 János első levele azt mondja, hogy ha a szívünk nem vádol minket, akkor van bizodalmunk Istenhez. If your heart's condemning you, ha a szíved vádol, akkor nincs bizodalmad. That's what we're talking about today. When you yield and get involved in things that are unclean and defiled. És ugye, hogyha belekerülsz ilyen tisztátalan és mocskos dolgokba, kérdezed azt, ugye, hogy Isten megbocsát nekem? Igen, Isten megbocsát. De there are other effects that you have to overcome. De vannak más következmények is, amelyeket aztán le kell úgymond győznöd.
One, we've already talked about, is condemnation. Az egyik, ugye, amiről már beszéltünk, a károsztatás. One of the worst conditions you can be in is your heart condemning you and full of guilt. És mondom neked, hogy ez az egyik legrosszabb állapot, amiben csak lehetsz, hogyha vádol, a szíved vádol téged, és a lelkiismereted furdal. You'll be defeated. You'll not have faith. But then legyőzött leszel, és nem lesz hited. When you yield to uncleanness, a második dolog pedig az, hogyha megnyílsz ezeknek a tisztátalan dolgoknak, it defiles you, akkor, and anything that defiles, akkor az bemocskol téged, és bármi, ami bemocskol, beszennyez, az érzéketlenné tesz. Megtompít. We don't want to be dull, we want to be what? Nem akarunk sensitive. Tompák lenni, hanem right? Érzékenyek akarunk lenni, ugye? So holy men spoke as they were moved by the Holy Spirit. Everybody say holy. Mindenki mondja azt, hogy szent. Holy. Ugye az ige azt mondja, hogy a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Now go with me if you would to Timothy. Menjünk el a Timóteus leveléhez. 1 Timothy. Egy Timóteus. 1 Timothy. Egy Timóteus. And the fourth chapter. És negyedik fejezet. 1 Timothy 4:1. Egy Timóteus 4. Now the Spirit speaks expressly, very pointedly, that in the latter times some shall depart from the faith. Az első igeverset olvassuk. A Szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Tehát ezek valószínűleg olyan emberek, akik azelőtt hitben voltak. Nem tudsz olyan valamitől elszakadni, amiben nem voltál benne. Hitető. Not the Holy Spirit, but seducing spirits. Hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek, nem a Szent Szellemre. And doctrines of devils. Doctrine means teaching. Teachings. And I know sometimes we don't like to think about it, but a lot of these doctrines of devils come across pulpits of churches. Tudom, hogy nem szeretitek ezt hallani, de nagyon sokszor ezek a tanítások, a gonosz szellemek tanításai, hitető szellemek nagyon sokszor a pulpitusról jön. He's not talking about the tabernacle of Satan. This is—that's why you check everything out that you hear by the book. Éppen ezért mindent megvizsgálsz, amit hallasz az igében. Everything. Mindent. I don't care if you hear it here. I don't care where you hear it. Nem érdekel, hogyha itt hallod nálunk, bárhol hallod. You don't just swallow things hook, line, and sinker because a preacher said it. Nem fogod azért lenyelni azt a dolgot, csak azért, mert egy prédikátor mondta. Right? Ugye? You have the Bible. Van Bibliád. You have the Holy Spirit. Van Szent Szellemed, aki benned lakozik és tanít téged. He will let you know. És ő tudatni fogja veled. If it's right, you got to be able to find it in the book. Ha igaz az a dolog, meg kell ott találd a könyvben. Like this, one minister went to another one time and he had taught some stuff that would just far out, man. He said, you know, I'm sorry, brother. He said, but you're gonna have to show me where that said in the Bible. Az egyik szolgáló, akit ismerek, elment egy másik alkalomra, és mindenféle dolgot hallott, és azt mondta ennek a másik szolgálónak, hogy testvére, most pedig meg kell, hogy mutasd ezt nekem az igében, amikről most szóltál. And he said, oh, he said, we're far out beyond that now. És azt mondta ez a másik szolgáló, hát, hogy mi az igét már túlléptük, mi azon már túl vagyunk. Well, he's far out where I'm not going. Hát ő viszont már túllépte, már ott van, ahova én soha nem akarok menni. Right. Ugye? Everything mindent, must be judged mindent by the written word. Meg kell ítélni az írott ige alapján. It's perfect, and it cannot fail. Mert az ige tökéletes, és soha nem vál kudarcot. You have the Holy Spirit in you. You can have a witness if it's right. És ugyanúgy a Szent Szellem is benned van, és lehet egy bizonyosságod azzal kapcsolatban, hogy helyes-e az a dolog. Doctrines of devils. Verse 2. Speaking lies in hypocrisy. Kettes vers. Hazug beszédűek képmutatása által. Now people who are speaking wrong things and ministering by a wrong spirit, you will find inconsistencies in what they're saying and doing,
And it comes back to more and more inconsistencies, which are lies and deception. And so when you see that, there is no way that's the Holy Ghost. Nagyon sokszor, amikor ilyen hazug beszédű, akár prédikátorokat hallasz, az egyik mutató jele annak, hogy ők olyanok, hogy nem kitartóak, és nem mindig más beszélnek, mindig másról beszélnek. És így tudod meg, hogy valójában, hogy igaz-e, amit szólnak, vagy nem igaz. He's the spirit of truth. És a Szent Szellem bizonságot tesz a szívedben, hogy nem igaz az, amit mondanak, mert ő az igazság szelleme. The Holy Ghost never inspired anybody to tell a lie. A Szent Szellem soha nem indított senkit arra, hogy hazudjon. Ever. Soha. There's one group one time they got into this stuff about, you know, that they would tell people things that were wrong for their own good, and they called it holy deception. Made me mad just to hear the phrase. Volt egy ember, aki mindenféle dolgot bebeszélt az embereknek, hogy hogy jó legyen nekik, és ő ezt úgy nevezte, hogy szent megtévesztés. Már csak a szó hallatára is mérges lettem. I mean, nothing could be further from God. I mean, He is the Spirit of Truth. Semmi nem lehetne távolabb Istentől, ugyanis Isten maga az igazság szelleme. Who is the father of lying? Ki a hazugság atya? Who is speaking his own language when he tells a lie? Ki beszéli a saját nyelvét, amikor hazugságot beszél? Az ördög. No, I don't care whether it's a little bit stretched or a little bit exaggerated. Nem érdekel, hogy csak egy kicsit szélesítették ki, vagy egy kicsit túlozták el a dolgot. Big old whopper lie, I don't care. Nem érdekel, hogy kicsiny hazugság, nagy hazugság. Anywhere in between, none of that can be of God. None of it. Egyik sem lehet Istentől. None of it. Egyik sem. There is no deception in God. Mert Istenben nincs megtévesztés. Is light. Mert ő a világosság. Right? God is light. Isten maga a világosság. No variableness, no shadow, no darkness at all. És ő benne nincsen a változásnak még csak árnyéka sem. Nincs benne sötétség. Ő csak a világosság. Igazság. És nincs hazugság benne, ugye? Igazság. Isten tiszta. We're getting off because they're listening to hypocrisy. They're listening to lies. De itt az ige arról beszél, hogy ezek a hívők, akik letértek az útról, mert képmutatásra hallgattak. People were talking one way and living another. Olyan emberek, akik egy dolgot beszélnek és mást cselekszenek. And what happens when you do that in verse 2? És mi történik ekkor, amikor ezt teszed? Speaking lies in hypocrisy. Having their conscience seared. Now we've talked about the conscience before. Hazug beszédűek képmutatása által, kik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ugye már beszéltünk ezelőtt a lelkiismeretről. Conscience is the voice of your spirit. Ugye, hogy a lelkiismeretet az a te szellemed hangja. Spirit of God bears witness with your spirit. És a Szent Szellem bizonságot tesz a te szellemeddel. And we won't take the time to do it, but we saw it in Romans 2:1 and 9:1. Most nem megyek megint ebbe bele, de láttuk ugye a Római Levél második fejezetének első versében, a 9. fejezetben. And these are, as well as 8:14-15-16. About how the conscience. A Róma 8:14-ben, 15-ben és 16-ban. He said, my conscience bears me witness in the Holy Spirit. Hogy az én szellemem bizonságot tesz a Szent Szellem által. So if your conscience is being seared, then your spirit is being dulled. És az angolban a bélyegezve szó helyett az áll, hogy érzéketlenné tesz, vagy megkeményíti a lelkiismeretet. To the leadings of the Lord. And what got him that way? Listening to lies, listening to hypocrisy, giving heed to wrong spirits. És mi tesz téged ezzel? Mi az valójában, ami érzéketlenné teszi a szellemedet? A hazug beszédek, a képmutatás, ha hallgatsz a gonosz hitető szellemekre. And these things led them away from purity, led them away from truth, and in so doing, their conscience became seared.
és ezek azok a dolgok, amelyek őket elvitték az igazságtól, és éppen ezért megbélyegződött a saját lelkiismeretük. Tehát az angolban úgy van, hogy érzéketlenné vált. Well, when something is seared, the result then is scar tissue. Ha valami meg van bélyegezve, vagy valami az angolban máshogy van. Ha valami meg van bélyegezve, az azt jelenti, hogy ott marad scar valami seb. Can be thick and unfeeling, like it should be. És ha valami megtompul és érzéketlené válik, akár egy bőr darabka a kezeden, akkor ugye azt nem érzed. The result is dullness. És ennek az eredménye pedig az, hogy érzéketlenné válsz. Megtompulsz. Which is the opposite of what we're looking for. Ami annak az ellentetje, amit mi keresünk. Right? Ugye? We want sensitivity. Érzékenységet akarunk. Is there a connection van-e, between sensitivity and cleanness? Van-e összeköttetés, van-e összefüggés az érzékenység és a tisztaság között? Sensitivity and truth. Sensitivity and purity. Érzékenység és igazság. Érzékenység és tisztaság. No question. Nincs kétség e felől, hogy van összefüggés. Go to 1 Corinthians, please. Menjünk el az 1 Korintusba. 1 Corinthians. 1 Korintus. And I believe it's the 6th chapter. Úgy hiszem, hogy a hatodik. Nem. There are things in the 6th chapter, but go to the 10th chapter. Menjünk inkább a 10. fejezetre. 10th chapter. 10. This is a good day today. Ez egy nagyon jó nap ma. We're going to become more sensitive than we've been in times past. Sokkal érzékenyebbé válunk a Szent Szellemre, mint ami valaha is voltunk. Sometimes people, they know some things not quite right, but they haven't realized the connection and how that coming short in one area is costing you so much in another area. Nagyon sokan vagytok, akik benne vagytok bizonyos dolgokban, és nem vagytok biztosak abban, hogy jó-e az, amit tesztek, és nem tudatosítjátok, hogy amikor elvéted egy területén az életednek, akkor az nagyon sokba kerül neked, az összes többin. Többiben. We see this as we go. 1 Corinthians. 1 Korintus 10. And verse 14. 14-es vers. He said, wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Azért, szerelmeseim, kerüljétek a báványimádást. I speak as to wise men, judge you what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Úgy szólok hozzátok, mint bölcsekhez. Ítéljétek meg ti, amit mondok. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. Is it not the communion of the body of Christ? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Mondjátok ezt hangosan. Közösség és részesedés. When we come together, amikor összejövünk, blood, blood, és beszélünk a vérről, és megtiszteljük a vért, beszélünk akkor ugye a Krisztus testéről, és megtiszteljük Krisztus testét. When we lift up these elements, and we release our faith, amikor fölemeljük ezeket a dolgokat az Úr elé, és fölemeljük a hitünket, do we partake, részesedünk-e of the power of the blood? A vér erejében részesedünk-e abban? Of the benefits of the broken body. Részesedünk-e a megtört testnek azokból a dolgokból, amelyek a megtört testből származnak, azokból yeah, a jó dolgokból? In communing and fellowshipping with his spirit, we partake of his blessings and qualities and holiness. Amikor közösségükben vagyunk a vérrel, és részesedünk a kenyérből és a vérből. He goes on to say, keep reading. Behold Israel, verse 18, after the flesh, are not they which eat of the sacrifice? Akkor részesedünk az Úrnak a szentségéből is, és olvassuk tovább. Tekintsétek meg a tett szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral. Partakers of the altar. Whatever you take in,
You become a partaker of it. Tehát ez azt mutatja, hogy mindent, amit magadhoz veszel, magadba veszel, közösségben vagy azzal a dologgal. It becomes part of you. Részeddé válik. You participate in part of it, and part of it gets in you. Ha csak egy részéből részesed, az a kicsi rész is beléd kerül. Communion means a sharing in common. A közösség azt jelenti, hogy részesedsz valamiből. He said, what say I then, that the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Mit mondok tehát, hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami? But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák. And not to God. És nem Istennek. And I would not that you should have fellowship with devils. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Who's he talking to? Kihez beszél itt Pál? Is he talking to Christians? Nem keresztényekhez? Spirit-filled Christians. Szellemmel betöltekezett keresztényekhez. I mean, this is the church at Corinth. I mean, the 12th chapter is the gifts of the Spirit. Ez a korintusi gyülekezet, ugye a 12. fejezetben meg a szellem ajándékairól olvasol. Right? Ugye? He's talking to spirit-filled. Szent szellemmel betöltekezett keresztényekhez beszél. He warns them about fellowshipping with devils. És figyelmezteti őket, hogy ne legyenek közösségben ördögökkel. Ugye? He said you cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Do we provoke the Lord with jealousy? Vagy haragra ingereljük az Urat? Are we stronger than he? Avagy erősebbek vagyunk én nála? All things are lawful for me, but all things are not expedient. Minden szabad nekem, de nem minden használ. All things are lawful for me, but all things edify not. Nem minden szabad nekem, de nem minden épít. Why shouldn't we go into a theater and watch an X-rated movie? Miért nem mehetünk el a színházba vagy a moziba, és nézhetünk olyan filmeket, amelyek tele vannak mondjuk szexuális elemekkel? I mean, most of you would agree that, I mean, you, I know you would agree that I shouldn't. Tudom, hogy egyetértetek azzal, hogy én nekem nem szabadna ilyen helyre mennem. But is there a different standard for you? De számodra más mérce van, mint nekem? No. Nem. Well, then for you and me. Akkor neked és nekem. Should we go to the X-rated theater? Watch the X-rated movie. Mehetünk-e ilyen mozi helyre, vagy nézhetünk-e ilyen filmeket? Why not? Miért nem? People say, well, God made the human body. Az emberek ekkor erre azt mondják, hát Isten teremtette az emberi testet. The human body is beautiful. És az emberi test az gyönyörű. Sex drive is natural. I mean, why not? És a szexuális dolgok azok természetesek. There's all kind of things that people use to reason. És az emberek 100 millió más dolgot használnak érvelgetésre. Why shouldn't we go? Miért nem szabad mennünk? Why shouldn't we go clubbing on Saturday night? Miért nem mehetünk ki egy bárba, vagy egy klubokba mondjuk szombat este? Go to the hottest clubs. Why shouldn't we go? Miért nem mehetünk el a legforróbb klubokba? Miért nem kéne mennünk? I mean, people say, well, I believe I shouldn't go. Okay, why? Az emberek erre mondják, igen, én hiszem, hogy nem kéne oda mennünk, de én azt kérdezem tőled, hogy miért? All right, but why? Miért nem mehetünk? Let me tell you one of the biggest reasons. Hadd mondjam el nektek az egyik legkeményebb okot. Because there are wrong spirits there. Mert rossz szellemek vannak ott. Wrong spirits. Rossz szellemek. Influenced the writing of those scripts. Rossz szellemek, amelyek befolyásolják ezeknek a dolgoknak a létrejöttét. Inspired those scripts. Wrong spirits influenced the making of those films. A rossz szellemek, amelyeknek a hatására létrehozták ezeket a filmeket. Wrong spirits are in that place. They hang out there. Rossz szellemek ott vannak azon a helyen. And if you go and participate in what they're doing, és ha te oda mész, és részesedsz abból, amit ők cselekszenek, then you wind up communing and fellowshipping with the same spirits that they're yielding to. Akkor te is úgy végzed majd, hogy ugyanazokkal az ördögökkel leszel közösségben, mint amelyekkel ők vannak közösségben. And in so doing, you defile yourself. És ha ezt teszed, akkor beszennyezed magad. Can you ever get clean again?
Oh, thank God. Már ha te ismét tisztán. No matter how bad you might mess up and defile yourself, is there some way that you could get clean again? Mindegy, hogy mennyire mocskoltad be magad ezekből a dolgokból, van egy út és van egy mód rá, hogy ismét meg tisztává válj. Yes. Yes. By the blood of the Lamb. A bárány vére által. You can be made clean again. Újból tisztává válhatsz. There are other resulting problems. De vannak más ebből következő problémák. What do we know already from what we've seen? If you participate in the wrong thing, if you partake of a wrong thing and it defiles you, what else does it do? Hogyha részesedsz a nem megfelelő dologból és a téged bemocskol, milyen más hatással van az még rád? It dulls you. Megtompít. It dulls. Érzéketlenné tesz téged. What? Ugye? Every time. Minden alkalommal. That you're watching something. Amikor nézel valamit. And something inside you is bothering you about. És valami belül zavar azzal kapcsolatban. And you ignore that. És ezt figyelmen kívül hagyod. You just dulled yourself a little bit. Egy picit megtompítottad magad. Every time you're listening to something. Minden egyes alkalommal, amikor meghallgatsz valamit. And something checks you. Turn that off. Turn that off. És valami belül jelez, hogy kapcsold ki azt, kapcsold ki. And you don't. You just go on and listen to it for three more hours. És mégis három másik órán keresztül hallgatod. You just did what? Mit tettél? If it's not of the Holy Spirit, ha nem a Szent Szellemtől van, milyen szellemtől van? And if you're yielding and communing with something that's of a wrong spirit, is that not having a searing effect on your conscience? És hogyha részesedsz valamiből, ami egy rossz szellemtől van, ugye érzéketlené teszi ez a szellemedet, úgymond megsebzi a szellemedet? And a dulling, and that's why Christians get to the place where they're confused about, is this God, or is it not, is it just... És éppen ez az oka annak, amiért a keresztények érzéketlenné válnak, és aztán tűnődnek magukban, hogy hát ez most Isten, vagy Isten szól hozzám, vagy nem Isten, vagy én vagyok, vagy az ördög. In times past. Azért, mert a múltban nem hallgattak Istenre. They've overrode, they've ignored, and thereby dulled themselves. Figyelmen kívül hagyták Istennek a vezetését, ezeket a bizonyosságokat, és ezért érzéketlenné váltak. Megtompultak. Oh, but there's good news. De van egy jó hírem. I said there's good news. Van egy jó hírem. I don't care how dull you might have become. Nem érdekel, mennyire you can become sensitive again. Megtompultál, újból érzékenyé válhatsz. And even more sensitive than you've ever been. És még érzékenyebbé, mint ami valaha is voltál. Amilyen valaha is voltál. Babes in Christ. Még a csecsemő keresztények is. I don't care if you're born again yesterday. Nem érdekel, hogyha tegnap születtél újjá. Your spirit is alive unto God, and your spirit is sensitive to God. A te szellemed él Istennek, és a te szellemed érzékeny Istenre. When you first born again. Amikor először újjá születtél. And the problem is that people, as they go on walking with the Lord, things come up and they ignore their heart, they override it, and they ignore it. Ami a gond viszont az, hogy amikor az emberek, ahogy Istennel járnak, vannak bizonyos dolgok, amik följönnek, és az emberek figyelmen kívül hagyják, nem figyelnek oda rá. They ignore and they override and it dulls them. És túllépik azt, és ezért megtompulnak, meg érzéketlenné válik a szellem. Where they should have become just stayed sensitive and kept growing, then they dull themselves. Annak azzal ellentétben, hogy föl kellett volna növekedniük kellett volna, és mégis megtompultak. És a lelki ismeretük is érzéketlenné válik. Oh, but I'm so glad to say today that you can be made clean again. De olyan boldog vagyok, hogy ki tudom jelenteni, hogy ebből ki lehet jönni, és az Úr meg tud tisztítani. Let me give you three things. Hadd adjak három dolgot. Turn to John 15. Menjünk el János evangélium 15. fejezetére. Három dolog. But here are three agents of cleansing for your life. Itt van, ez nem minden, amit ezzel kapcsolatban tudnék mondani, de itt van három dolog, amely segítek neked abban, hogy tisztán tudjál maradni. Let me do it a different way. Go to 2 Corinthians 6, then we'll go to John 15. Tegyük ezt egy kicsit máshogy. Menjünk először az 1 Korintus 10-re. Second Corinthians 6, elnézést, 2 Korintus
6-ra és a 14-es versre. About being sensitive to the leading of the Lord, you'll be listening right now. Hogyha komolyan akarod venni a Szent Szellem vezetését, és azt, hogy érzékeny akarsz lenni, akkor nagyon jól kell most figyelned. Here are things you can do. Itt vannak dolgok, amelyeket te meg tudsz tenni, hogy érzékenyebb legyél. 2 Korintus 6:14. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? Mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? And what communion has light with darkness? And what concord has Christ with Belial or the devil? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? What part hath he that believes with an infidel? Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? We ought not be communing and fellowshipping with the wrong thing. Nem szabadna, hogy közösségünk legyen és részesedjünk a rossz dolgokból. Verse 16. What agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok. As God has said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. Ahogy, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járuk, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el. Saith the Lord, and touch not the unclean. És azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. And I will receive you. És én magamhoz fogadlak titeket. And I'll be a father to you. És én atyátok leszek néktek. And you shall be my sons. És ti fiaim már és leányaim már lesztek. And daughters, says the Lord Almighty. Azt mondja a mindenható Úr. Having therefore these promises, dearly beloved, what? Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, let us cleanse ourselves from our filthiness of the flesh. And spirit, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, perfecting holiness in the fear of God. Isten félelmében jussatok tökéletességre a szentségben. How can you become more sensitive? Hogyan lehetsz érzékenyebb? Cleanse yourself. Tisztíts meg magad, from things that defile. Amelyek bemocskolnak. The thing you could not do, the blood does. Azok a dolgok, amelyeket te nem tudsz megtenni, azt a vér megteszi. But then there are some things God won't do for you. He won't make you cleanse your lifestyle. De vannak dolgok, amelyeket Isten nem tesz meg számodra, ilyen például, hogy nem fogja megtisztítani a te élet stílusodat. You have to do that. Azt neked what kell. He said, let us cleanse ourselves. Mit mond itt az ige? Tisztítsuk meg magunkat. From all filthiness of the minden testi és szellemi tisztátalanságtól. In the fear of the Lord. Just as simple as this. Isten félelmében jussatok tökéletességre a szentségben. If something bothers you about something, cut it off. Ha valami zavar téged valamivel kapcsolatban, akkor azt vágd le azt magadról. It's no more complicated than that. Ez ennél nem bonyolultabb. You know, give things the afterward test. Úgymond add meg a dolgoknak a dolgok utáni próbát, tehát ez most nem igazán helyesen van lefordítva. Próbáld meg azt, hogy milyen dolgok következnének egy bizonyos dologból utána. What do you mean, Brother Keith? Well, how do you feel after you do it? Mit értesz ez alatt, két testvér, kérdezheted? Hogyan érzed magad azután, miután azt a dolgot megtetted? Huh? Man, that tells you volumes right there. Ez itt elmond neked nagyon sok mindent arról a dologról. Közelebb kerültél Istenhez? Do you feel cleaner? Tisztábbnak érzed magad? Do you feel built up and edified? Fölépültél? Növekedtél? Or do you feel further from God? Vagy távolabb érzed magad Istentől? Do you feel like you need to repent? Úgy érzed, hogy meg kell ebből térned? Well, that's the thing you ought not do. Ha így érzed, akkor ez az a dolog, amit nem szabad tenni. Again, right? Now all of us have missed it in these areas, but let's all get it straight. Mindannyian elvétettük ezen a területen, de igazítsuk ki magunkat, mindannyian. Right? Ugye? Because this is costing us.
Miért? Mert ez sokba kerül nekünk. This cost you. Sokba kerül ez neked. Nem leszel így érzékeny a Szent Szellemre, és szentség nélkül pedig nem fogod megérteni, meglátni az Urat. Or but those that walk clean and live close to God, when He whispers to them, they know it. De viszont azok, akik tiszták és Isten előtt tisztán és szentül járnak, ők akkor is meghallják Isten hangját, amikor Isten csak suttogva mond nekik valamit. És tudják, hogy ő az. És ez bármit megér. Ezért tedd félre. Mindenki mondja, hogy az után próba. És tudod, mit értek ez alatt? Közelebb érzed magad Istenhez, vagy távolabb? Tisztábbnak, vagy mocskosabbnak? Erősebbnek, vagy gyengébbnek? Ugye? How about when you come to church? És mi a helyzet azzal, amikor eljössz gyülekezetbe? We all shout and talk the word. Mindannyian kiáltunk, és az igét szóljuk. You don't feel dirtier, do you? Nem érzed magad mocskosabbnak, ugye? Of course not. Nem. That brings us to our next thing you're holding there in John 15. Ez elvisz minket a következő dologhoz, a János evangélium 15. fejezetében. Ez egy nagyon jó nap ma. Nagyon sokan most igazítjátok ki magatokat. És nagyon sok gyümölcsöző eredménye lesz ennek. Nagyon egyszerű. Ha valami zavarja a szívedet, hagyd abba. Ugye? De mondhatod, de igen, de ők is ezt teszik, az minket nem érdekel, az az ő dolguk és az ő lelki ismeretük dolga. Ugye? Ha téged zavar, nem tudod megtenni, ha csak nem tompítod meg magad. János 15. So the three things that I'm giving you. Number one, első dolog, you megtisztítod magad. You úgy, hogy elválasztod magad. Take yourself away from things or things away from you that are defiling. Neked kell magadat elkülönítened olyan dolgoktól, távol tartani magad olyan dolgoktól, amelyek téged beszennyeznek. You. Te magad. Separate yourself. Te magad választod el magad. And three, he said, now you are what? Clean through the word. János 15:3. Ti már mik vagytok? Tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. A beszéd, Isten igéje megtisztít téged. Keep a good dose of the word. Take a good word shower. Ezért vegyél magadnak egy nagyon jó ige zuhanyt. Every day. Minden nap zuhanyoz le az igével. Well, I know y'all have a several minute word shower every day, Monday through Friday. Because everybody. És tudom nagyon jól, hogy mindannyian veszünk magunknak egy nagyon egy jó adag ige fürdőt hétfőtől péntekig. Hey, Faith Life Church. Mert ebben a gyülekezetben mindenki minden nap elolvas egy fejezetet a Bibliából. In the New Testament. Az Új Szövetségből, ugye? And Monday we read Hebrews 2. És mit, és mit olvasunk hétfőn? A zsidó levél második fejezetét. Does it have a cleansing effect on you? És van ennek, úgymond, tisztítesz téged az ige? When you read that word, amikor when you hear that olvasod word, az igét, hallod az igét. Bible talks about in Ephesians, the washing of the water of the word. Az Efézusi levél beszél ugye az ige fürdőjéről. Cleanses. Hogy az megtisztít téged. Oh, hallelujah. Hallelujah. There have been times when I heard a bunch of junk that I didn't really enjoy hearing. Volt idő, amikor én is hallottam egy csomó szemetet, amit nem igazán szerettem hallani. És ilyenkor haza szoktam jönni, csak lefeküdtem az ágyamon, és bekapcsoltam a Biblia CD-met. And just hear some words. És csak hallgattam az igét. Helps wash your mind. Mert ez megtisztítja az elmédet, a lelkedet. Cleanses. Megtisztít. Everybody say washing of the word. Mindenki mondja, hogy az ige fürdője. Now you're clean. És most tiszta vagy. Hallelujah. He says in 17th chapter talks about sanctifying us through the truth. És a 17. fejezetben ugye beszél Jézus arról, hogy
az igazság megszentel minket. The truth cleanses you. Az igazság megtisztít téged, megszentel. So number two, how can we be clean? A kettes pont, hogyan lehetünk tiszták? What's number one? Mi az első pont? We cleanse ourselves from defiling practices. Magunkat. Things that in our heart we know. Azoktól a dolgoktól, amelyekről tudjuk a szívünkben. After we did it, we felt bad. We tudjuk az utánpróbát, hogy miután megtettük, nagyon rosszul érezzük magunkat. Felt unclean. Felt like we had to repent. És tisztátalannak érezzük magunkat, és úgy érezzük, hogy bocsánatot kell kérnünk az Úrtól. We cut that off. We és ezt levágjuk, megtisztítjuk magunkat. Kettes pont. Cleansed by the washing of the water of the word. Megtisztítván az ige fürdője által. And number three, go to Revelation. A hármas ponthoz menjünk el a Book of Revelation, jelenések könyvére. Az első fejezetre. Oh, I like this. Ó, én ezt nagyon szeretem. What do you think number three is? Mit gondoltok, mi lesz a hármas pont? Well, here you go. Revelation. Itt van. One. Egyes fejezet. Five. Ötös ige. Hallelujah. Revelation 1:5. And és from Jesus Christ. A Jézus Krisztustól. Szereted őt? Who is the faithful witness? Has ever told you anything but the absolute truth? Aki a hű tanú bizonság. Mondott-e neked Jézus valaha is más, mint az igazságot? Never has, never will. Soha nem mondott más, csak az igazságot. And the first begotten of the dead. Why does it say first? És a halottak közül az első szülött, miért mondja azt az ige, hogy első? Because there's others. Mert vannak mások. Nagyon sok más. Te és én a része vagyunk. And the prince of the kings of the earth. És a föld királyainak fejedelme. To him that loved us. Annak, aki minket szeretett. And washed us. És megmosott bennünket a mi bűneinkből. In his own blood. Az ő vére által. Hallelujah. Hallelujah. What's number three? Mi a hármas pont? The blood. A vér. Oh, thank God for the blood. Köszönjük az Úrnak a vért. Go to the seventh chapter. Menjünk vele a hetes fejezetre. Seventh chapter. Jelenések könyve 7. Verse 9. 9-es vers. Look closely, because you're in this picture. Nagyon közel hajolj most ehhez az igéhez, mert te is benne vagy a képben. Revelation 7:9. After this, azután láttam, és íme egy nagy sokaság, which no man could number, amelyet senki meg nem számlálhatott. Of all nations, minden nemzetből és ágazatból, and people, and tongues, és népből és nyelvből, stood before the throne, és a királyszék előtt és a bárány előtt álltak. And before the Lamb. It'll come to pass. It's not gonna be long. Ez nagyon hamarosan eljön, már nincs sok idő hátra. Clothed with white robes. Fehér ruhákba öltözve. And palms in their hands. És az ő kezeikben pálma ágak. And they cried with a loud voice. És kiáltának nagy szóval. We might as well get tuned up down here. And they said what? És minden. Salvation to our God, which sits on the throne, and unto the Lamb. És kiáltának nagy szóval mondván. Az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. And all the angels stood round about the throne, and about the elders, and the four beasts. És az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy élőlény körül álltak. And they fell before the throne on their faces, and they worshiped God. És a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent. And they said, Amen! És blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might be unto our God forever and ever. Amen. Ezt mondván, áldás és ámen, áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mindörökkön örökké. Amen. And one of the elders answered and said to me, What are these which are arrayed in white robes? And where came they? Who? Akkor felele egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Kik ezek az emberek, honnan jöttek? And I said to him, Sir, you know. And he said to me, These are they which came out of great tribulation and have